Üdvözlöm Önöket, Kozma Kata vagyok, a Kék Kulturális Élmény Klub vezetője. Örülök, hogy ma este így együtt vagyunk. Ez a Kék Kulturális Élmény Klub nyilvános előadása. A Kék Klubban azoknak a kulturális utazóknak és a világra nyitott kíváncsi szobaturistáknak nyújtunk interaktív online előadásokat Zoomon, akik otthonuk kényelméből is szeretnék felfedezni a világot, távoli népek kultúráját, történelmét megismerni, vagy inspirálódni szeretnének az utazásaikhoz, esetleg kérdeznének kiváló szakértő előadóinktól. A Zoom lehetőséget teremt arra is, hogy a világ bármely részéről csatlakozzanak hozzánk, mint ahogy ma este is többen más országból csatlakoztak. Az előadásokat beszélgetések követik, mint ma este is. Kérdezhetnek, hozzászólhatnak, csak ezt már nem rögzítjük. És akkor miután most megismerték a Kék Klubot, térjünk rá az est fénypontjára. Ma este Sajó Tamással járjuk be, Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének az útját, és ha jól sejtem, annál többet is fogunk kapni. Öröm és megtiszteltetés, hogy Tamás elfogadta a felkérésünket, és ma este előadást tart nekünk, illetve elindítja a sorozatát a klubunkban. Sajó Tamás magyar-olasz művészettörténet szakon végzett az ELTE-n, dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetében, a CEUN tanított, és 2013-tól Berlinben él. Igazi polihisztor és valódi világutazó. Számos nyelvről fordít, 15 nyelven magas szinten beszél, olvas és fordít, és további 15 nyelven, ahogy ő fogalmaz, elboldogul. Nagyon szeret utazni, és nagyon sokan szeretnek vele utazni. Az Utas és Holdvilág útjai gyorsan betelnek, igazán különlegesek. Blogot vezet, Vang folyó versei címmel, Studiolum Szabad Egyetem címmel előadás sorozata van, és mint említettem, utazhatnak is vele. Ma délben érkezett meg Kínából, és holnap már indul tovább Marokkóba, majd talán 2 hét múlva pedig kezdődik az Utas és Holdvilág túrája is. Ha szeretnék őt jobban megismerni, ajánlom önöknek az Élet meg minden podcastot, amelyben Tóth Szabolcs Töhötöm már 2 hosszú interjút is készített vele, és Tóth Szabolcs Töhötömnek pedig ezúton gratulálunk, hogy jelölték a Prima Primissima díjra. Kérem, fogadják szeretettel Sajó Tamást. Köszönöm, Tamás, hogy velünk vagy. Köszönöm ezt a hizelgő bevezetőt. És akkor most megosztom az első képet. Az első kép egy kicsit hosszú lesz, mert az alatt az Utas és Holdvilág lényegéről szeretnék beszélni. Mi az Utas és Holdvilág lényege? Ha az ember Utas és Holdvilág útra készül, azt akarja, hogy azt szeretnénk, hogy egy Utas és Holdvilág emléktúrát csináljon, mondjuk így, akkor meg kell gondolkodni, hogy mi is ennek az eszenciája. Mitől lesz egy toszkánai út, vagy egy észak-olasz toszkánai út, Utas és Holdvilág? Lehet egy olyat csinálni, hogy végigjárja az ember egyszerűen azt az útvonalat, amit az regényben olvas. Ennek az a hátulütője, hogy igazából a regény nagyon kevés fizikális támpontot ad. Nagyon kevés olyan földrajzi támpont van, amelyiket végig lehet járni. Ott vannak Velence sikátorai, ott van Ravenna számvitele mozaikja, ott van Foligno, amelyik egy tök érdektelen város, de ott tölti a legtöbb időt Mihály. Ott vannak
a kurborlászok, a Foligno fölött, a Norcsai hegyvidéken, ott van, azt hiszem, hogy egy pillanatra lenéz Mihály, ott van Siena, ahová átmegy a sienai primitíveket tanulmányozandó, és Róma, amely jó messze van, nem is illik már ebbe a túrába, azt én is egy külön túraként szoktam prezentálni. Ez nagyon kevés. És nagyon kevés az, amit ebből meg lehet mutatni. Ha az ember hozzácsapja még azt az útvonalat is, amit Cervantes maga bejárt, és amiről írt az 1937-ben elkezdett, a Nyugodtban elkezdett sorozatában, a Három torony sorozatban, ami mostanában nemrég néhány éve megjelent könyvben is, tehát a saját olaszországi útinaplóját, akkor is nagyon kevés, ha az útvonal, amelyiket egy egyesített Mihály és Cervantal emléktúraként be lehet járni. De ez az, ami az utas és holdvilág útvonala volna. Mi lehet ezt bővíteni még azzal, hogy mit láthatott volna még Cervantal, illetve Mihály, ha egy kicsit több ideje van, és kicsit figyelmesebben körülnéz, még további emlékeket ugyanezen az úton hozzácsapva. Egy életrajzi túrát, ahol ugyanezen az útvonalon irodalmi életrajzi emlékeket hozzáteszünk. Egy olyan túrát, ahol egy részt, mondjuk Umbriát különösen megnézzünk, és különösen az élet is, vagy az utas és holdvilág életszeretetének adózva gasztrotúrát tartunk. Ezeket az alternatívákat azért mondom, mert léteznek ilyenek. Léteznek ilyen útvonalak, akiket már egyik másik egyik másik, hogy is mondjam, pályatárs csinál. De amit én gondolok Csirály utas és holdvilág címen, és csinálok is, az valami olyasmi, ami az utas és holdvilág regénynek a lényegét akarná megfogni. Mi is az a lényeg? Miről szólt az utas és holdvilág? Ez a regény, amelyik nagyon megragadja az embert, nagyon megragad minket, mindannyiunkat. Miért ragad meg ez annyira mindannyiunkat? Részben azért, mert egy embernek, egy hozzá hasonló embernek a küszködését mutatja be kamaszkortól a felnövekvésig. Részben azért, mert egy olyan országban mutat be egy utat, amelyikre nagyon vágyunk, és amelyiket valahogy nagyon az anyaországunknak gondolunk, nagyon, nagyon, nagyon a kultúránk bölcsőjének gondolunk. Részben a sikamlóságáért, a 30-as évek szabados világáért, ahogy könnyűszerrel felcsippentünk férfiakat, nőket, majd ott hagyjuk őket, majd újra új kalandokba bocsátkozunk, ahogy Mihály csinálja, vagy ahogy Éva is csinálja a regény folyamán. De az egész regénynek, hogy is mondjam, a regényt lehet úgy tekinteni, mint egy pikareszk regény, mint egy olyan regény műfajt, amelyik a reneszánsztól kezdve létezik, ahol a főhős különböző helyszíneken végigjár, különböző kalandokat végigél. Mika Waltari regényei, vagy a Don Quixote, vagy az Eulenspiegel. Ugyanez egy 19. századi kiadásban a Bildungsroman, ahol a hős, a fiatal hős végigjár különböző helyszíneket, és ezekben
ezektől bővül, ezektől nő. Mindegyes egyes helyszínen egy kicsit többé válik. De az utolsó holdvilág ennél szerintem még több. És mitől több? Miről is szól az utolsó holdvilág? Arról, hogy alapvetően első olvasatban arról, hogy egy magában nem túlságosan biztos férfi a friss feleségével olasz nászútra megy, és valahol nem sokkal Velence és Ravenna két nagy benyomása után elhagyja a feleségét, és elindul egy önálló túrára, önálló felfedező útra Itáliában. És aztán a végén az apja elkapja és visszaviszi. Mi ebben a nagyszerű? Az, amit megél közben. És mit élt meg közben? Mert olyan furcsa, hogy igazából semmit nem él meg közben. Igazából nagyon kevés az, amit megél közben. Egy-két kaland, egy-két ember, egy-két látvány, egy-két misztikus élmény. Mitől lesz ez több? Azt gondolom, hogy a kulcsot az a élmény adja meg, amelyik a negyedik rész elején van, ahol Waldheim Rudi egykori kollégájával találkozik Mihály, aki az Etruszk múzeumba csábítja őt. Ez a rész, ez egy kakukktojás az egész műben, amilyen súlya van a regényben, annak az nem áll egyensúlyban a regény többi többi, hogy is mondjam, színes élményével. Ez az előadás, amit Waldheim Rudi vallástörténész tart Mihálynak az etruszkokról, az etruszkok életszeretetéről és halálvágyáról, halálkultuszáról, és amit a múzeumban lát, és ahogy ezen elgondolkodik, az olyan súlyú a regényben, hogy ennek valami mondani valója kell legyen. És valóban van. Ha az ember utána néz, akkor látja, hogy az, amit Waldheim Rudi mond, az egy az egyben, hosszú idézetekben azonos Keréi Károlynak, Szervant a jó barátjának, világhírű vallástörténésznek a mondani valójával, az ókori görög-római és etrusz mitológiából. Tehát itt valami olyasmi fogalmazódik meg, amit Szervanttal első kézből hallott Keréi Károlytól, és amit nagyon megfogta őt, és nagyon, nagyon vezérfonalává vált Itália felfedezésében, és különösen Róma felfedezésében, de az egész Itáliában arról, hogy mit gondoltak magukról a régi rómaiak, mit gondoltak magukról a régi görögök, mit gondoltak a régi etruszkok, és mit kell nekünk gondolni Itáliáról. Ennek az etruszk epizódnak a lényege pedig az, hogy az antik vallás lényege hogy a világ időnként megsűrűsödik, és sűrűsödve megnyilvánul. Ez epifánia. Az epifánia azt görögül azt jelenti, hogy megnyilvánulás, epifáineó, felragyogás. A világ időnként felragyog, és ilyenkor látjuk a világ lényegét. Az ókori vallások számára, ókori népek számára az epifánia azt jelentette, hogy bizonyos pillanatokban egy nagy ünnepen, egy szerelemben, a háborúban akár, valamikor az élet nagyon intenzívvé válik, egy pillanatra nagyon intenzívvé válik, egy rövid időre nagyon intenzívvé válik, és ebben az intenzivitásban
megláthatjuk, hogy mi az élet lényege. Egy műemlék meglátásakor, mint ahogy Mihály megpillantja a gyermek, a kamaszkora óta imádott szemvidálai mozaikokat. Vagy a velencei sikátorokkal való találkozáskor. A világ lényege tárul fel számára, ez epifánia. Kevin Károly azt írja, az epifánia volt az ókori vallások lényege, ez egy ilyen epifániák körül alakult ki az egész vallás, és epifániákat tartották az Istenek megjelenésének. És Szervantal úgy mutatja be ezt az egész utazást, hogy ez nem egy pikaresz regény, ahol különböző egyenlő súlyú kalandokon megy keresztül a főhős, mint a Don Quixote-ben például, vagy nem is egy bildószormán, ahol különböző újabb és újabb lépéseken, újabb és újabb tapasztalatokon megy át a fiatal, és a végére megérik, hanem egy epifánia regény, különös módon Szervantal ezzel egy új műfajt teremtett, egy epifánia regény, ahol Mihály a különböző egymás követő olaszországi állomásokon újabb és újabb megnyilásokon, a világ megnyilásain megy keresztül, ahogy a sikátorok megnyílnak számára, ahogy a ravennai mozaikok megnyílnak számára, ahogy Siena megnyílik számára. És egyre inkább azt érzi, hogy egyre inkább megérzi, hogy mi a világ lényege. Egy idézet hadd hozzak a regényről. Egyetlen pillanat. Itt van. Siena volt a legszebb olasz város azok közt, amiket Mihály eddig látott. Szebb volt Velencénél, szebb a nemes Firenzénél és az árkádos édes Bolognánál is. Talán az is hozzájárult, hogy ide nem Évával jött, hanem Milicenttel és Értenül. Mindenhol Mihály felébredt, felkelt és kibámult az ablakon. Az ablak kinézett a városból a hegyek felé. A toszkán tájon könnyű lilla színű ködök húztak, és az arany szín lassan és bátortalanul készült elő a nappalra. És semmi nem volt, csak az egy lilla aranyterengés a távoli hegyek alatt. Ha ez a táj valóság, gondolta, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csináltam. De ez a táj valóság. Hangosan elmondta a Rilke verset, de da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Az antikapoló torzóról, az antik torzóról, mert nincsen egy része sem, amire téged néz, ne rád nézne. Változtass meg életed. Ez epifánia. Ez epifánia, és ezeknek az epifániának a sorozata a regény. Ezután már elmondhatom, hogy ezen az úton, Olaszországban, azon az útvonalon, amelyiken Mihály végigment, és amelyiken Szervantal végigment a naplója szerint, ilyen epifániákat keresünk. És találunk bőven, mert Szervantal valószínűleg azért is tette Itáliába ennek a regénynek a színhelyét, mert Itália bőven kínálja ezeket az epifániákat. Aztán persze, ha az ember már egy ilyen iskolát végigcsinál, akkor rájön, hogy bármelyik út, sőt, az otthonmaradás is kínál ilyen epifániákat. Tulajdonképpen az életet epifániák mentén érdemes élni. De ezt valahogy meg kell tanulni. Velencében kezdődik. Este a sikátorokban.
Félhomályban. Ahol Mihály kivegy éjszaka, és megpróbálja azt a bort megtalálni, itt nem találhat meg Velencében. Valószínűleg sehol nem találhat meg, valami görög bor. De közben az építészeti elemek és a víz együttes játéka az egész látvány bizarrá teszi, és egyfajta epifániává teszi. Velencéről külön fogok a következő hónapban előadást tartani, úgyhogy most nem fogok művészettörténeti részletekre kitérni, arra majd következő alkalommal kitérek, hanem a hangulatot akarom megmutatni. Sokan voltak a Velencében persze, de azt, hogy mi is Velence epifániája. Ahogy a víz megkétszerezi a valóságot, hogy a fény és az árnyék játszik, ahogy elképesztő módon kétszereződik meg a város a vízben. Látjátok, hogy a rakpartok árkádos részéről felmennek a hidak. Különleges átnézések, áttetszések, ahogy felülről nézve egy-egy épületből, itt a fondakodait, de tedeszkiből látszanak a tetők, csatornák, árkádok, udvarok, ez itt a Goldoni ház, Goldoni szülőháza, hidak, történelmi emlékek. Velence tele van történelemmel, ez persze közhely, de apró, apró történelemmel kibontható, családokhoz köthető, családi viszályokhoz, ellentétekhez, politikai machinációkhoz köthető történetekkel. Rengeteget írtam erről a blogon is, meg mesélek erről rengeteget Velencében is, hogy be lehet látni egy-egy belső udvarba, hiszen Velencében mindig is a víz felől nyíltak a házak, nem az utcák felől. Velencében csónakokkal közlekedtek, úgyhogy a főbejáratok mindig a víz felé nyílnak, csak manapság nyílnak az utcák felé. Kicsi világok, kicsi udvarok, szintén a víz felől nyílva. Ezenek a lépcsői, egy opera énekes, aki elénekli a maga dalait az árkádok alatt. Itt a Wittmann raktartala. Egy-két olyan történelmi adalék, amelyek ezeket nem most akarom bemutatni, de azért egy-kettőt be kell mutatni, hogy lássuk, hogy mennyire történetileg kötött Velence. Ez a konzol, amit rá van írva, hogy a bíróság, vagy a hatóságok által hitelesített konzol, ha valaki egy emeletes házat épített, tehát az első emelet a földszint után még egy emelet épített, akkor ide kellett jönni az építőmesternek, és erről levenni a méretet, hogy ennél hosszabb konzolt ne építse, mert azt visszabontotta a tanács. Ez itt, amelyik a szén és bor rakpartja melletti ház, itt volt befalazva, van befalazva máig az a konzol, amelyikhez hozzá kellett mérni Velence összes konzolát. És ennél hosszabbat nem szabadott építeni, hogy elég fény jusson az utcára. Vagy ilyen ilyesmi, mint az apróság, hogy ilyen történelmi apróság, hogy 1686. július 18-án, Velencei tájszólás van írva, Budát ostrom alá vették, és szeptember 12-én elfoglalták. Mármint, hogy a keresztény hadak a töröktől. 1686-ban. Buda elfoglalása akkora esemény volt a keresztény világ számára, hogy azt mindenütt ünnepelték egész Európában. Tűzjátékokkal, átnevezésekkel. Itt Brüsszelben, honnan most beszélek, itt
itt egy külön városrészt neveztek el róla, Buda városrészt, amely mindmáig Brüsszelnek egy fontos északi városrésze, a Buda kocsma körül városrész, és ennek az emlékét látjuk itt befaragva egy velencei oszlopfén. Rejtett emlékek. Palimpszest második réteg a látható felület alatt. Egy bizánci palotának az ívei kitüremkedve egy későbbi középkori háznak a homlokzatából. Bizánci domború ívek, állatok. Állatok különböző megjelenései. Az egyik legjellemzőbb, az egyik legátütőbb a Szentmár lovai. Szentmár lovai kint vannak a homlokzaton, de nem azok az igaziak, azok másolatok, hanem az eredetiek bent vannak a Szentmár templom galériáján, és lenyűgözőek, elképesztőek ezek az arcok, ezek a lófeje. Az egyik leglenyűgözőbb bennük, ezek 2000 éves lófejek, Krisztus után első században készültek, még Bizáncban. Onnan hozták át őket 1204-ben Bizánc velencei elfoglalásakor. A legérdekesebb bennük az, hogy a lónak nem itt van a szeme, a lónak itt van a szeme. Ezek a lovak, ezek emberi helyen tartják a szemüket, ettől olyan megejtőek, ettől olyan emberiek. Előre hozták a szemüket azért, hogy még megnyerőbbek legyenek. De egyébként minden, anatómiailag minden más stimmel. A Szent Márknak ez a legmegejtőbb pontja. Ez az epifánia. Itt a Szent Márk lovai rengeteg változatban, különböző módokon, kopogtatókon, dolgok kiemléken és minden másban ott vannak Ferencében. És más állatok, oroszlánok, gyönyörű bizánci oroszlánok, ilyen oroszlánok, románkori oroszlánok mögöttük, kapu kopogtató oroszlánok, kapu szegélyező oroszlánok, élő állatok, mint a sirály, mint a gémek a csatornákon, mint ez az etelló kutya, mint a szobor bikák, sasok és hasonló állatok. És a torzfeje. Rengeteg karikaturisztikus torzfej van Velencében. Ezeket egy nagy, nagy élmény összeszedni. Kell figyelni rájuk. És a szürrealizmusnak különböző epifániái, ahogy a fontnak oda tesz ki, megtelik reneszánsz lecsüngő karokkal és reneszánsz érmekkel, ahogy az installációkban megjelenik a szürrealizmus, ahogy a szürrealizmus megjelenik abban, hogy hogyan vesznek föl filmeket, hiszen ez egy állandó filmfelvételi színhely. És viszont egy primér helye a nagyon jó éttermek, nagyon jó kis vendéglők. Ez itt Adolfo kis vendéglője a San Giovanni Paolo környékén, de ezer más lehetne mondani. A regényben az epifániának az egyik nagyon fontos eleme a ravennai San Vitale székesegyház. El is olvasom azt, amit erről. Erről ír Szent Szervantal. Néhány nappal később egy este Ravennába értek. Néhány másnap reggel nagyon korán felkelt, felöltözött és elment. Egyedül akarta megnézni a híres bizanti mozaikokat, Ravenna legfőbb nevezetességeit, mert most már tudta, hogy sok dolga van, amit Erzsivel nem oszthat meg. Ezért is fog szétválni tőle. És ez is azok közé tartozik.
Erzsi művészettörténetileg sokkal kézettebb és fogékonyabb volt, mint ő, járt is már Itáliában, úgyhogy Mihály általában rábízta, hogy mit nézzenek meg és mit gondoljanak, amikor valamit megnéznek. Őt a képek csak ritkán érdekelték. Véletlenül, villámlásszerűen, ezer közül egy. De a Ravenna mozaikok, azok saját múltjának műemlékei voltak. Valamikor együtt nézték ezeket Ervinnel, Ulpius Tamással és Évával, Tamás Hugával, egy nagy francia könyvben, Ulpiuséknál, ideges és megmagyarázhatatlan félelemmel egy karácsonyi éjszakán. Az óriási szomszéd szobában Ulpius Tamás apja magányosan járt fel alá. Az asztalra könyökölve nézték a képeket, és a képek arany háttere úgy csillogott feléjük, mint ismeretlen forrású fény a bányafolyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. 3:12-kor nagykabátot vettek fel, és gémredett szívvel elindultak az éjféli misére. Éva akkor elájult, ez volt az egyetlen alkalom, amikor Éva idegeivel baj volt. Azután egy hónapig mindent Ravenna volt. És Mihályban máig is Ravenna maradt a félelemnek egy meghatározott fajtája. Mindez az egész nagyon elsüllyedt hónap most felkelt benne, amint ott állt a San Vitale székesegyházban, a csodálatos világos zöld tónusú mozaikok előtt. Ifjúsága olyan intenzitással ütött belé, hogy elszédült, és neki kellett támaszkodni az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott, aztán megint komoly ember. Ez a San Vitale székesegyház, és ez tényleg így hat arra is, aki kamaszkorában nem töltött egy karácsony estét az albummal. Lenyűgöző az egész. A San Vitale is, a Galla Placidia kis mozaik szentélye is, a kis mozaik mauzólema is, mint egy anyamékben lenne az ember. A gyönyörű arany zöld mozaikokkal, az alabástrom ablakokkal, ahol ilyen fantasztikusan szűrődik át a fény. Itt aztán még egy epifánia, ahol Mihály a kis városokban bolyong, miután Perugiából eltévedt, vagy elszakadt, ilyen kis városok tömege, ahogy mi is átkelünk Ravennából, Toszkánába, San Leo, Rondino, és a hegyek, Montefeltrói Domtár hegyei, Urbino, Montefeltrói hercegség központja, a Montefeltrói palota, amelyik a budai palotának is egyfajta mintája volt. Mármint a Mátyás török által elpusztított, vagy az oszkromban elpusztított budai palotájának. A Gubbio Santubaldo hegyi ferences kolostornak az udvara, ahová Szent Szerbantal Ervin repetéskedését képzelte, és tényleg olyan. A csérik, amikkel felszaladnak az ünnepnapon a gubbiói hívők fel Szentugoldó templomába. És a város a holtak kapujjal. Ez a Via dei Consolinak a hátsó oldala, egy gyönyörű ilyen árkádos, rejtett középkori utcasor, ahol végig a házak hátsó oldalán ott vannak a holtak kapui. Azok a holtak kapui, amelyeket tényleg arra használtak, hogy a holtakat ott hozzák ki, hogy az első oldal felül ne zavarják az embereket. A gubbiói városháza, amelyiket részletesen leír Szerbantal a városházáról lenézve a városra. Ez itt most nem csak úti beszámoló, hanem valóban epifániás sorozat. Amikor ezeket meglátja az ember, és végigéli azt, hogy mit lát, akkor egy újabb és újabb epifániát él át, amelyik szükségszerűen növeszti őt. Assisi, amelyikről Szervanta csak annyit ír, hogy Mihály lenézett még a dombokról is Assisire, a csodálatos Assisire, körülbelül ezt láthatta,
nem láthatta mélyebben, de mi mélyebben is megnézzük végig az egész csodálatos Kolostor együttest, amelyik a Trecsentónak egy akadémiája volt, mert mindenki, aki akkoriban számított, az festhetett itt egy olyan gyűjtemény, amelyikben az 1300-as évek teljes olasz művészete szerepel. Itt várható, mint Trévi, a lenyűgöző olajmezőivel körben, amelyek Rómának az olaj szükségletét biztosították. Emiatt van a Trévi kútja is, amelyik a Trévi olajház, a római olajház oldalához csatlakozik. Az umbriai szőlők. Közeledve Toszkánához az egyik leglenyűgözőbb emlék az Arezzói Szentkereszt templom, a Szentkereszt történetének bemutatása Pirandello Francescától a reneszánsz egyik egyházatjától, mondjuk így, ahol ezek a szoborszerű, nagyon tökéletes figurák, nagyon, nagyon archaikus, nagyon antik figurák játsszák el a Szentkereszt legendáját a kezdetektől a Szentkereszt visszaszerzéséig a török, a perzsáktól. És aztán Siena, amelyikről már az előbb olvastuk, hogy előbb hallottuk, hogy a szebb város volt. Siena-nek ez a Camona kapuja, ahol, amiről külön megemlíti Szerb Antal, hogy azt látta Mihály rajta, hogy Cor magis tibi sine vandit, szívedet jobban megnyitja Siena. Valójában ez nem ezt jelenti, valójában ezt a kaput arra építették, hogy a Sienát elforduló firenzei nagyherceg ezen boruljon be, és számára azt mondja ez a felirat, hogy szívét még ennél is jobban megnyitja neked, Siena. Mint hogy Szerbata nem tudta ezt a történetet, ezért a legegyszerűbb, legprimitívebb fordításhoz fordult. Ez is jó. Mind a kettő jó. Voltak éppen a történeti fordítás lenne jó, tehát szívét ennél is jobban megnyitja neked, Siena, csak azt tudni kell volna, hogy kivonul be ezen Mihálynak. Ez egy személyes üzenet volt. És itt van Siena kor hajnalban, a sienai dombokról nézve, az egész város kitárul az első napsugárban. A Siena különböző dombjai, domb vonulatai közötti átlátások, és a sienai soha fel nem épült székesegyház, amelyik azt írja Mihály, hogy pillanat. Hogy Rúm egyik fala a templom tömegétől különálló. Jó 200 lépés távolságra. Groteszken és gyönyörűen. Az emberi tervek meghiúsulásának legnagyobb szerű térbeli szimbóluma gyanánt. Mihály imádta a bohémséget, hogy ezek a légi olaszok neki kezdtek katedrálisuknak. Nekünk is kell, ha Firenzének van, sőt lehetőleg nagyobb legyen. Mondták, és megépítették a legmesszebb fekvő falat, hogy a firenzeiek előre rémüldözzenek, hogy mekkora lesz a sienai temploma. Azután elfogyott a pénz. Az építők természetes gesztussal letették szerszámaikat, és többet feléesen néztek a katedrálisnak. Igen, igen, gondolta Mihály, így kell templomot építeni. Ha az Ulpius ház lakói templomot építettek volna, bizonyára ők is így tettek volna. Ez nagyon szép, és Szerb Antal nagyon szép személyes értelmezései közé tartozik. Valójában azért maradt félbe ennek a valóban hatalmas főhajónak az építkezése, mert 1348-ban beköszöntött a Fekete Pest is, amelyik elvitte
részben Siena pénztermelő népességének kétharmadát, részben Siena templomba járó népességének kétharmadát, tehát egyfelől pénz nem volt arra, hogy ekkor a templomot építsenek, másfelől már szükség se volt arra, úgyhogy megmaradt az eredeti bazilika, amelyik amúgy nem ennyire asztalabb. Azt is megnézzük, gyönyörű az is. Nem tudjuk, hogy milyen gyönyörű lett volna, hogyha ezt a mellékhajóhoz, vagy a kereszthajóhoz hozzáépített főhajót megépítették volna, bizonyára ez is remek lett volna. A főtér és persze a színai primitívek, amelyek hangsúlyos szerepet kapnak a regényben, főleg azért, mert pontosan ekkoriban, a regény megírásakor, 30-as években fogalmazták meg ezt a műfajt, ezt a stílust, a szírnai primitíveket. A szírnai primitívek azt jelenti, hogy a reneszánsz történetét a firenzei reneszánsz alapján írták meg. Mégpedig Vazári, aki szintén firenzei volt. És onnantól kezdve az egész európai művészettörténet őt követte, tehát a reneszánsz, a firenzei reneszánsz. A 20. század elejétől kezdtek ráébredni arra, hogy voltak más reneszánszok is. Volt egy sínai reneszánsz, volt egy umbriai reneszánsz, volt egy nagyon erős velencei reneszánsz. Ezek mind másféle reneszánszok, és ezeket is tudnunk kell ahhoz, hogy értékeljük a reneszánsz hatását, vagy a reneszánsz jelentőségét, és a reneszánsz hatását a következő korszakokra. Például a manierizmusra, vagy a barokkra nagyon, sokkal, sokkal erősebben hat a velencei reneszánsz, mint a firenzei. A szénai reneszánsz, a szénai primitívek, a szénai első reneszánsz festők gyönyörűek voltak, nagyon, nagyon, nagyon érdekes szín, nagyon érdekes hangulatuk volt, egy nagyon érdekes népies, primitív, valóban középkoriasabb hangsúlyuk volt, mint a firenzeieknek, de mint hogy 1550-ben elfoglalta Firenze Siénát, ennek az árnyalatnak vége szakadt. Pont azelőtt vége szakadt, mielőtt kiteljesedett volna, mielőtt egy nagy sínai reneszánsz létrejöhetett volna Leonardo és Michelangelo kortársa. De eddig is hatalmas dolgot alkotott, például itt a Siena-i városházán a Siena védőszentjei képet, amit szintén látni fogunk. Ilyenfajta képekről van szó, mint ez a pásztorok jelatása, tehát amikor az angyalok jönnek a pásztorokhoz, és bejelentik, hogy Krisztus megszületett, menjenek imádni. Az angyal is egy ilyen furcsa vidéki kislány, és a pásztorok is nagyon bonforviak, ahogy felnézek rá is, és teljesen oda vannak. És a kutya, ahogy a kutyát is nagyon, nagyon csodálkozol, és bonfordinak kidolgozzák. Ez a népiesség, ez a bonfordiság, ez nagyon jellemző a színai festészetre. Vagy ez, ahol Szent Ferenc alkut köt a gubbiai farkassal, többet nem fog embert enni, de azért ott a háttérben ott vannak az eddig megevett embereknek a maradványai. És persze megint az epifániákhoz tartozik a kaja, mindenütt. Itt a velencei zsidó negyedben a zsidó negyed jellegzetes ételei a hagymaleves, vagy a hagymásbab, és persze a találkozások emberekkel. Mindegyik egy epifánia. Itt csak egyet akarok bemutatni végezetül. A zsinagóga mellett egy kőmozaikot rakó mesternek a műhelyét, aki az egyetlen, az utolsó nagy kőmozaik rakó mester, őt kérték fel a nem csak a színai, hanem az ellenséges firenzei dómnak, a dóm kőmozaikjainak a restaurálására is, és erről könyveket is adtak ki,
amiket ugye a boltban büszkén mutogat, a boltját megmutatja, ő az, aki folytatja a történetet azáltal, hogy egy emléktáblát rakott föl saját költségén a bolt falára, hozzá aláírva, persze óvatosságú provizóriá ideiglenes. A tábla a következőt mondja: 2020-21 első napjaiban egy kínai eredetű ismeretlen vírus fertőzést hintett, és meg annyi halottat szedett az egész világban. És még a júliusi és augusztusi páliót sem tartották meg miatta. Ez volt a COVID legnagyobb csapása. Ez a kő ezt a csúnya eseményt, ennek a csúnya eseménynek kíván emléket állítani. Ezzel az utolsó epifániával akarom befejezni az utas és holdvilág útját, amelyen számos más epifániával találkozunk, vagy lehet találkozni, aki erre fogékony, aki erre kíváncsi, jöjjön el. Köszönöm szépen a figyelmet!